December 5-én elindult az idei téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az országos akció célja, hogy az ünnepeket megelőző időszakban a megnövekedett forgalom mellett is biztonságos és jó minőségű élelmiszerek kerüljenek az üzletek polcaira, illetve a magyar családok asztalaira, mondta el dr. Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelem politikáért felelős államtitkára. Mint utalt rá a kezdeményezésben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal koordinálásával, a területi élelmiszerlánc felügyeleti szervek és a NÉBIK szakemberei működnek közre, akik több terméktípust is kiemelten vizsgálnak majd. A NÉBIK 3 ilyen szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést végez, az első tavasszal, húsvét környékén, a másodikat nyáron, a harmadikat pedig decemberben a karácsonyi ünnepkör környékén. Ezek mindig azokra az élelmiszerekre összpontosulnak a figyelem, amiben ilyenkor megnő a fogyasztás, a kereslet. Így a téli élelmiszerlánc ellenőrzésnél az általános higiéniát, az élőhalálosítást, a friss húsforgalmazást, az édesipari termékek forgalmazását, az ellenőrzéssel vendéglátásban, piacokon, az zöldség-gyümölcs minőség ellenőrzést elsősorban a téli gyümölcsöknél. Az élelmiszeriparért és kereskedelem politikáért felelős államtitkár hozzátette, az idei évben az akció során az iskolai büfék tevékenységét is ellenőrzik majd a szakemberek. Az iskolai büféknél ezért is vezettük be, hogy idén tájékozódó jelleggel a helyben készített szendvicsek károsítására összpontosítunk azoknak a raktározására, előkészítésére és hűtésére, de szintén fontos, hogy a piacokon is annak ellenére, hogy mi hidegnek érezzük a levegőt, betartsák azokat a szabályokat, hogy mondjuk a friss húst, vagy a elkészült húst milyen hőmérsékleten kell tárolni. Fontos az is, hogy felhívjuk a magyar családok figyelmét arra, hogy az otthoni élelmiszer biztonság a vásárlással kezdődik, így ők is igyekezzenek olyan helyen vásárolni, ahol biztonságos élelmiszert árusítanak, ők is igyekezzenek otthon a higiéniára figyelni. 2022-ben a téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés két héten át december 5-től december 18-áig tart majd.